10 éve már, hogy egy társaság időközönként összeül alkotni. Ők az Aliszka Amatőr Art Művészeti Baráti Kör tagjai. Sokan közülük azért kezdtek el rajzolni, festeni, mert ez jelentette számukra az akkori élethelyzetükből a kiutat. Ez adott választ kérdéseikre, ezzel éltek túl betegségeket, veszteségeket. Nagyon-nagyon gazdag kiállítás. Én nagyon meglepődtem, mert most egy fél éve körülbelül nem is voltam nagyon itt a csapatban, mert nem voltam itthon. Nagyon gazdag a kiállítás, 3-4-en festünk, és nagyon szépek ugye a faragások, a fafaragások. Hát én körülbelül 20 éve festek. Milyen néven? P. Julka néven, és hát volt egy betegségem, és én akkor kezdtem el festeni. És ezt nagyon-nagyon ajánlom mindenkinek, hogy akinek ilyen, bármilyen problémája van, tehát így mondom, hogy bármilyen problémája van, az mindenféleképpen nyúljon valami segédeszközhöz. Most így mondom, hogy ez én a festészethez, tehát ugye van, aki verset ír, valaki mással, de nagyon érdemes akkor úgy belemerülni, mert nekem nagyon-nagyon-nagyon sokat segített. A Lacit én már rége óta ismerem, még akkor ezt még nem alapítottuk itt meg, de hát akkor mondtam neki, én vetettem föl, hogy na, akkor most csináljunk valamit. Uh-huh. Mert hát már elég sokan akkor összejöttünk, és úgy gondoltam, hogy azért csapatban együtt jobb, hangulatosabb, könnyebb, és akkor így alakultunk. Indultunk, hogy egy kis csapat, aki szeretett együtt rajzolni, együtt festegetni, összeálltunk, és aztán egy egyesületet alkottunk. Sajnos ez azért 10 év alatt változott, hiszen a Duna túlsó oldaláról is voltak alkotóink, meg nagyon messze. Ez az évek alatt azért egy kicsit lemorzsolódott. Viszont nagy öröm számunkra, hogy nagyon sok ifjú itteni, szekszárdi vagy tornamegyei alkotót felfedeztünk. Úgyhogy azoknak a gyerekeknek, fiatal tehetségeknek a munkái láthatók itt ezen a kiállításon is. A baráti kör állandó tagjainak száma 12, és már nem csak rajzolnak, festenek, szavalnak, hanem sokan közülük időközönként dalra fakadnak. A zombai félfikar ezen a jubileumi kiállításon ízelítőt is adott repertoárjukból. A végig megyek a kis zombai utcán, a zajnak a lányok. Azt kacagják, hogy én mindig csak egyedül járok. Szeretjük a három művészeti ágat, a zenét, a képzőművészetet és az irodalmat. Bárhol megjelenünk, ez a három művészeti ág összekapcsolódik. És úgy döntöttünk, hogy egy zenei részleget is létrehozunk, és az a kis csapat, ők külön vannak ugyan, de hozzánk kapcsolódva még legalább 10. Körülbelül 100 alkotás van, nem a 10 év munkáit, hiszen a 10 év alatt se száma nem volt a kiállításunknak, úgyhogy ugyanazt az anyagot nem hoztuk megint, újak vannak, többnyire 90%-a új, és technikailag olaj, akvarel, akril, üvegfestés, aztán részdomborítás, márványgravírozás, fa munkálatok, sőt újabban olyan alkotónk is van, aki rézzel foglalkozik, vassal és bőrrel. Csodálatos alkotások. Ő fegyverkovács egyébként. Más módon csináljuk a kiállításokat, mint a többi képzőművészeti egyesület, mert mi nagy műsorokkal szeretjük. Sokat járunk falura, Tolna megyébe, sőt azon kívül is, és szeretjük, ha sokan vannak, az embereket megfogni faluházakba, közösségekbe, nagy műsorokkal készülünk. Énekkel, zenével, verssel, prózával, hangszerekkel, éppen csak tánccal, nem? De az is sokszor kialakul a végére. Akár egy röntgenlapot is fel tud használni az ember, ha alkotni szeretne, vallja Rotkai Zsuzsanna. 15 évig csak üvegfestéssel foglalkoztam,
Most egy kicsit eltávolodtam, és a márványgravírozás és a részdomborítás, vagy pedig még a röntgen papírra való karcolás. Ezek hát ez honnan jött? Hát sikerült, ajándékba kaptam fekete kartonokat, amit már most a röntgennél nem használnak, hiszen digitális módon vannak a felvételek, és hozzájutottam ezekhez a röntgen papírokhoz, és nagyon érdekes dolgokat ki lehet hozni belőlük karcolással. Gyakorlatilag arra vagyunk legbüszkébbek, hogy túléltük ezt az elmúlt 10 évet, és azért elég nagy népszerűségek sikerült az utolsó időszakban is megtartani. Ezt annak köszönhetjük, hogy a megyén belül, én azt mondom, nyitott szemmel járunk, és meglátjuk a tehetségeket, akiket gyakorlatilag nem is tudják, hogy ezekkel a szakmákkal foglalkoznak. És mivel... Hogyan lelnek rájuk? Hát például mivel több lábon állunk, ahogy ez divatos mondás, a sporton, a művészeten, a kultúrán keresztül sok-sok versenyeken, sok-sok rendezvényen megfordulunk. Egy énekes, aki hímez, fest, van egy szinte torta szobrászunk, aki festőnő és egy remek műve készített Vitézi címeres tortával lepi meg a csapatot mára. Sok oldalnak az embereink. Tehát egyszer jók a sportba, jók a kultúra is részen, és valahogy vonzuk a jó embereket, akik szeretik ezeket az életvidám dolgokat. Nagyon sokan, mi szeretjük a magyarság tudat erősítését erősíteni a festményeinken, a dolgainkban, és ezek a népi mesterségek, a fegyverkovács, a bőrműves, ezek például egy IASZ barátunknak a remek művei. Mi lesz a következő 10 év feladata? Talpon maradni, leginkább is az, hogy talpon maradni, és fejleszteni. Én azt gondolom, hogy mi próbáljuk ötvözni a művészeti ágakat.